A híres híreket látják hétfőn este 19 órakor élőben. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Exkluzív interjúval jelentkezünk, csúszik a nagy templom felújítása. 200 millió forintra van szükség a munkálatok elkezdéséhez. Továbbra sem tartják be a sebességkorlátozást a sofőrök Kecskeméten. Szombat hajnalban majdnem tragédiába torkolott egy fiatal száguldozása. 170 kilométert futottak, kecskeméti katonák és diákok a Magyar Honvédség 170. évfordulója alkalmából, Kalocsa volt a végállomás. Pénzhiány miatt csúszik a nagy templom felújítása Kecskeméten, mindezt szerkesztőségünk vasárnap tudta meg a Kalocsa kecskeméti érsektől. Dr. Bábel Balázs elmondta azt is, hogy a rekonstrukció első üteme mintegy 200 millió forintba kerülne. Ezt az összeget adományokból és az egyház saját költségvetéséből próbálják finanszírozni. Most engedélyekre vár a projekt. Hónapokkal ezelőtt felhúzták az állványzatot a nagy templom köré, ám munkálatokat nem végeztek látszólag. Az okát eddig senki nem tudta. Dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek elmondta, a munkálatok nem az egyház miatt csúsznak. Mindig ígérgettek, hogy kapunk majd támogatást, amiből hát eddig még nem valósult meg semmi. Kivéve a város 10 millió forintja, amelyből megvettük már a részlemezt. Az érsek elmondta, körülbelül 200 millió forintra van szükség a munkálatok első ütemére. Ezt az összeget önköltségből, adományból és a város 10 millió forintjából próbálja megfedezni az érsekség. Azt, hogy most pontosan mekkora összeg áll a rendelkezésre, nem lehet tudni. A terv az, hogy folyamatosan szorítja majd ki az érsekség az összeget a költségvetésükből. Egyelőre az engedélyekre vár a projekt. Mielőtt egy műemléképülethez hozzányúlunk, restaurátori kutatásokat kell végezni. Most éppen festőrestaurátoraim dolgoznak ezen az félig kész állványon. Még vannak helyek, amit nem érnek el, ezt pótolják az állványosok, és az ő munkájuk befejeztével tudjuk teljesíteni magát az engedélyezési terv anyagot. És ugye amikor van engedély, akkor folytatódhat maga a fizikai munka. A tervezetet körülbelül 2-3 hét múlva tudják majd beadni. Azt, hogy mikor jönnek meg az engedélyek, nem lehet tudni. Azzal, hogy milyen munkálatok várnak a nagy templomra, illetve mekkora összeg kell a felújításra, a Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. 10 másodpercen múlt a tragédia. Egy ifjú pár előtt csapódott be egy autó a Hoffmann János utca és a Kiskörút kereszteződésében található üres telek kerítésébe pénteken éjfélkor. Sokakban felmerül a kérdés, hogy kell-e hatékony megoldás ahhoz, hogy fellépjünk a gyorsulók ellen. Gyakorlatilag idáig szoktam kikísérni a vendégeket, egy pár jó mondatot még, kedvességet hozzáfűztünk egymáshoz, és hát ugye, mint tudjuk, ott repült be a kollega. Kiptai András vendéglátós arról a péntek estéről beszélt, amikor éjfél körül egy Volkswagen Golf sofőrje a körúton száguldozás közben nem bírta bevenni a kanyart, és a Hoffmann János utca sarkánál becsapódott egy kerítésbe. Csak egy kedves gesztuson múlott, hogy nem lett ezúttal a tragédia az éjszakai száguldozásból. Egy nagyon kedves pár távozott a helyről, és még itt az udvarban utánuk szaladtam, mert nem tudtam tőlük elbúcsúzni. Gyakorlatilag egy 10-15 másodpercet beszélgettünk, megköszöntem, hogy itt voltak, és ezek után egy olyan 25 másodpercet hatalmas durranást hallottunk, és ha jól tudom, akkor pont ott előttük csapódott be az autót. András elmondása szerint mindennapos, hogy a versenyző autók zaja megrezgeti még az udvarban lévő üzlethelyiségük ablakait is. Bár ahogy ő fogalmazott, ehhez már lassan hozzászoknak. A baleset helyszínén jelenleg is láthatóak a hétvégi eset nyomai. A Kiskörútnak pontosan ezen a pontján pattant meg a patkán az a Volkswagen Golf, ami utána a mögöttem látható építkezés kerítésébe csapódott, ezzel egyébként egy villanyoszlopot és egy jelzőtáblát is kidöntve. Az, hogy pontosan miért választotta meg helytelenül a sofőr a sebességet, hova rohant, nem lehet tudni, mint ahogyan arról sem kapott televíziónk információt egyenlőre a rendőrségtől, hogy ittas volt-e. Szemtanúk azt látták, hogy amikor kiszállt, szédelgett a sofőr minden esetre. Többen jelzik és jelezték már eddig is televíziónk felé is, hogy rendszeres a gyorsulás a körútnak ezen a pontján. Igyekeztünk utána járni, milyen eszközei vannak a rendőrségnek, és mit tesznek a gyorshajtók ellen. Farkas Attila, a Kecskeméti Rendőrkapitányság balesetmegelőzési főelőadója elmondta, elsődlegesen a sebességmérés célra vezető. Kíváncsiak voltunk, ez mennyire hatékony.
Természetesen a sebességmérések a belvárosban is folyamatosak. Elsősorban, amikor elkezdjük a mérést a telepített eszközöknél, akkor érünk el eredményt. A mozgásban, menet közben mérő eszközök azok folyamatosan biztosítják az eredményeket. A szágoldozókról a rendőrség is tud. Van tapasztalat, bizony vannak gyorshajtók, akik nem tisztelik a sebességhatárokat, akár veszélyes helyzetben is. A gyorshajtók vagy fittyet hánynak a bírságra, vagy bíznak abban, hogy nem lesz sebességmérés. Ha a közösségi oldalak bejegyzéseit és a sajtóhoz eljutó lakossági panaszok számát nézzük, a jelenlegi ellenőrzések száma biztosan kevés a megfékezésükhöz. A helyzetben jelenleg szinte kódolva van a tragédia. A hagyományos könyves vasárnappal zárult az Országos Könyvtári Napok elnevezésű programsorozata a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. Az október 1-e és 7-e között tartó rendezvény sorozathoz idén több mint 2000 könyvtár csatlakozott 6000-et is meghaladó programmal. Zeneszóval hívogatták a könyvtár látogatóit a Kodály iskola növendékei az Országos Könyvtári Napok utolsó napján. A könyves vasárnap országszerte rendhagyó könyvtári esemény. Ilyenkor több száz intézmény nyitja meg a kapuit. Ilyenkor van az a lehetőség, hogy hát ha szerencsés lesz valaki, és akár ingyenesen is be tud iratkozni, illetve kedvezményt nyerhet arra, hogyha van tartozása, akkor most visszahozza a könyvtárnak. De nem csak a kedvezmények miatt érdemes ilyenkor a megyei könyvtárat választani. Ahogy minden évben, idén is éjféltől éjfélig váltották egymást az izgalmasabbnál izgalmasabb programok. Délelőtt a könyvtár 16 pontján zajlott a rejtvényfejtés, hogy végül összeálljon az idei kuriózum, a Kecskemét születésnapjához kapcsolódó 650 cm-es óriás rejtvény. Kollégák mindenütt olyan feladatokat, olyan rejtvényeket készítettek, amelyek az adott szolgáltatáshoz kapcsolódik. Tehát a zenei gyűjteményben zenei kérdések vannak, a tini világnakban tinikhez kapcsolódó, róluk szóló kérdések vannak, a olvasótermekben is az ottani állománnyal, tehát minden igazodik ahhoz, hogy hol mit lehet egyébként is igénybe venni. A babák és a kisebb gyerekek számára is bőven akadt játék. Hagyomány a könyvtár életében, hogy olyan jeles személyeket hívnak meg a könyves vasárnapra, akik valamilyen országos vagy helyi kitüntetésben részesültek. A vendégekkel Kozák Polett beszélgetett. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Országos Könyvtári Napok eseménysorozathoz idén több mint 2000 könyvtár csatlakozott, 6000-et is meghaladó regisztrált programmal. A Katona József Könyvtár hétvégi programjairól bővebb összeállítást láthatnak a Kiemelő című magazin műsorunkban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúira emlékeztek Hettényegyházán a Nyíri erdőben szombaton délután. Az esemény lezárása is volt az Országos Erdőkhete rendezvénysorozatnak. A Kefak ZRT és a Szabadságharc 1848-49 alapítvány közös rendezvényét az aradi vértanúk és Szujevszky László alapító emlékhelyén eltartották meg szombat délután. A megemlékezést Molnár Pál helyi önkormányzati képviselő indította el tárogató játékával. Ezt követően Nyitrai András, az alapítvány kuratóriumának elnöke mondott beszédet, melyben elmondta, a gyásznap egyik legfontosabb kérdése, hogy tudunk-e mindig újabb és újabb energiát meríteni hőseink halálából. Dr. Károly Falvi József történész emlékező beszédében hangsúlyozta, a legfontosabbnak nemzeti identitásunk, önbecsülésünk, helyes történelmi önképünk kialakítását tartom. Kiemelte, az aradi vértanúk bátran hősiesen haltak meg, a gyávaság vagy a félelem egyetlen jelét sem mutatták. A beszédek után a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola Hettényegyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolájának tanulói adták elő műsorukat, ezt követően pedig a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület hagyományőrzői leadták három tiszteletlövésüket. A megemlékezést koszorúzás és gyertyagyújtás zárta. 170 kilométert futottak a kecskeméti katonák, így emlékeztek a 170 éves Magyar Honvédség katona hőseire és az aradi vértanukra. A híres városból három katona és három diák vállalkozott a táv teljesítésére. Emlékfutó, futás! Indulj! Elindultak Kecskeméten azok a katonák és diákok szombat reggel, akik 170 kilométer lefutására vállalkoztak.
Országszerte összesen 28 útvonalon tartottak pénteken és szombaton kaszárnyafutást és kerékpártúrát az idén 170 éves Magyar Honvédség katona hőseire és az aradi vértanúkra emlékezve. A kerékpáros megemlékezés az Budapestről indul, a hadihajós kikötőből, érinti is a Szeget, majd Pákozdon fejeződik be. A futás az megyénként a megyei szervezetekkel, a megyei megyében működő honvéd sportegyesületek, illetve katonai alakulatok részvételével történik. Kecskemétről a megyét képviselve hatan vágtak neki a 170 kilométeres kaszárnyafutásnak. Három katona az 59. Szent Györgyi Dezső repülőbázisról, a Kecskeméti Honvéd Sportegyesületből és a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Kecskeméti állományából, valamint három diák a Gáspár András szakközépiskola és szakiskolából. Elsősorban azokat a hősi emlékműveket, volt helyőrségeket, laktanyákat tervezzük felkeresni a futásunk során, amely valamilyen módon kötődik a katonai tevékenységhez, Magyar Honvédséghez. A katonák és a diákok Kecskemétről indultak és Kalocsáig futottak. A rajt előtt a résztvevők megkoszorúzták a Deák Ferenc téri II. Világháborús hősi emlékművet és zászlószalag kötésre is sor került. A kétnapos eseménysorozat szombat délután a Pákozdi Nemzeti Emlékhelyen zárult, ahol egy közös koszorúzással az aradi vértanúkra emlékeztek. Az ország mind a 19 megyéjében futottak a katonák. 23 bográcsban rotyogtak az ételek a Műkertvárosi kakasfőző versenyen szombaton. A rendezvény 6. alkalommal is nagy sikert aratott. Nagy volt a sürgésforgása a Vadaspark előtti területen. A családok, jó barátok, cégek, intézmények készülődtek a megmérettetésre. A bográcsok tartalmát dél körül zsűrizték, így már reggeltől főztek a csapatok. A rendezvényen részt vett Lévai Jánosné önkormányzati képviselő és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is. A szervezők elmondták, egyre többen jelentkeznek a versenyre. A csapatok most összesen több mint 230 fővel regisztráltak. Ez a műkertvárosiak nagy családja, itt mindenki ismer mindenkit. A kakaspörkölt mellett a versenyzők benevezhettek a süteménysütő, befőtt pálinka és borversenyre is, a legjobbakat pedig értékes nyereményekkel jutalmazták. Állatszentelés, terményáldás, szentmise és templomi búcsú is volt vasárnap délután az Assisi Szent Ferenc templomban. Az eseményen 6 állatot áldott meg Harbula István atya. 3 nyulat, 2 kutyust és 1 pónit áldott meg Harbula István atya vasárnap délután a műkertvárosi templom előtt. Az állatszentelésen elhangzott, hogy Assisi Szent Ferenc azok közé a szentek közé tartozik, aki nagyon közel állt az állatokhoz, szerette őket. Az eseményen részt vett Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, Lévai Jánosné képviselő és Fekete Gábor diakónus. Dr. Drozdik Ferenc főállatorvos elmondta, ne csak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokban is vigyázzunk az állatokra, legyünk felelős állattartók. Harbula István atya is hangsúlyozta, a Szentírásban is sokszor említik az állatokat, és Isten nem csak az embert használta fel a teremtés művében, hanem az állatokat is. Nem szólnak vissza, de meg lehet őket simogatni, jeleznek nekünk, hallgassuk meg őket. Farkas B. József, a Barátság Központ alapító igazgatója az áldás előtt hozzátette, azt szeretnék, hogy mostantól az Assisi Szent Ferenc templomnál legyenek az állatszentelések. A beszédek után Harbula István az állatokat, az ezt követő szentmisén dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskemét érseke a templomban kihelyezett terményeket is megszentelték. Ezt követően vette kezdetét a templomi búcsú. Vidám hangulat uralkodott a kecskeméti Oktoberfesten, melyet a Bajor étterem és vendégházban rendeztek pénteken. Már nem csupán Münchenben, hanem városunkban is több éves hagyománnyá vált a rendezvény a sörkedvelők nagy örömére. Természetesen idén is a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat szervezésébe jöhetett létre az ünnepség, melyet Neundorfné Rózsa elnök nyitott meg. Egész este folyt a sör, a jó hangulatot pedig a tradicionális táncok és muzsikák szolgáltatták. A Vásárhelyi Pál Általános Iskola német nemzetiségi osztályának tanulói sváb táncot adtak elő, míg Milich József harmonikázott és Schramli zenét játszott. A bajorok legkedveltebb és legnépszerűbb ételeit is az asztalokra varázsolták, volt itt perec, fehér kolbász és persze sült csülök is. A rendezvény célja, hogy a kecskemétieknek is elhozzák a tradicionális népünnepély hangulatát, és hogy ápolják ezt a hagyományt. Sport következik, kézilabdásaink, férfi röplabda és kosárlabda csapatunk is győzött a hétvégén.
női kosár és röplabdásaink, valamint NB3-as labdarúgóink vereséget szenvedtek. Remekül játszott első hazai meccsén a KTE Dunaszfalt férfi kosárlabda csapata. A bajnokság második fordulójában a Deac együttesét fogadták. A mieink 95-81-re győztek a Debrecen ellen pénteken. Női kosarasainknak nem sikerült ilyen jól a bajnokság második fordulója. Vasárnap a kecskeméti KCA Vasas vendége volt. 95-46-os vereséget szenvedtek a fővárosiaktól. Megszerezte első győzelmét a KTE Piroska Szörf férfi kézilabda együttese. Szombaton a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának negyedik fordulójában az Úszt ellen játszott idegenben. Csapatunk egy góllal nyerte a meccset, a mérkőzés végeredménye 26-25 lett. Női kézilabdásaink is sikert arattak a hétvégén. Az NB1B keleti csoportjának harmadik fordulójában 34-31-re győztek a Szeged ellen idegenben. A klub jelenleg a 8. helyen áll a bajnokságban. Megkezdte a HIP KRC férfi röplabda csapata a 2018-2019-es bajnokságot. Az NB1-es bajnokság B csoportjának első fordulójában a Szolnok vendégei voltak. A miénk szetveszteség nélkül 3-0-as győzelmet arattak. Női röplabdásainknak nem sikerült revansot venni a Debrecen csapatán. Szombaton az Ötvös DS ellen 3-1-es vereséget szenvedtek az NB2-es bajnokság második fordulós meccsén. Vasárnap a férfi labdarúgó NB3 középcsoportjának 9. fordulójában a tabella 11. helyén álló kecskeméti TE az Iváncsa ellen lépett pályára idegenben. Bár végig küzdött csapatunk, a hazaiak egy büntetőből és egy szögletből eredő góllal győztek 2-0-ra. A labdarúgó mérkőzés és a férfi kosármeccs bővebb összefoglalóját megtekinthetik a 20 órakor kezdődő sportmagazinunkban is. Ezek voltak a híres hírek hétfőn este, most mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Exkluzív interjúval jelentkezünk, csúszik a nagy templom felújítása, 200 millió forintra van szükség a munkálatok elkezdéséhez. Továbbra sem tartják be a sebességkorlátozást a sofőrök Kecskeméten, szombat hajnalban majdnem tragédiába torkolott egy fiatal száguldozása. 170 kilométert futottak, kecskeméti katonák és diákok a Magyar Honvédség 170. évfordulója alkalmából, Kalocsa volt a végállomás. A híradó most a hírórában véget ér, de folytatjuk a műsort a kiemelővel, amelyben elsőként szólunk a nagy templom felújításáról, valamint annak csúszásának okairól. Utána beszámolunk az országos könyvtári napok részleteiről is. Lesznek vendégeink, a Kadaelek díjban részesült Kis János evangélikus lelkészt várjuk elsőként ide a stúdióba, majd második vendégünk Merino Éva, múzeumpedagógus, aki a múzeumok őszi fesztiváljáról fog beszélni itt a kiemelőben. Ha lemaradtak a hírekről, akkor nézzék a hírportálunkat a címhíres.hu, vagy nézzék a híres hírek ismétlését a szokott időpontban. 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor is. Fél kilenckor, illetve tudják, valamennyi műsorunk, így a híradó is újra megtekinthető a Kecskeméti Televízió weboldalán, a kecskemétitv.hu-n. Friss, híres hírekkel legközelebb a szokott időpontban, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket akkor is, most köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!
Kedden ne felejtsük otthon a napszemüvegünket, mivel egész nap derült lesz az ég, a felhőzet elkerül bennünket. Az északkeleti-keleti szél mérsékelt marad, és csak néha fordulhat elő kisebb széllökés. Délután 23 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála. Szerdán folytatódik a vénasszonyok nyara, marad a 23 fok körüli maximum hőmérséklet. Azonban aki reggel indul útnak, az öltözzön fel rétegesen, a hajnali órákban 9 fok valószínű. A nap folyamán sem szél, sem eső nem várható. Csütörtökön sem lesz szükségünk esernyőre, ugyanis még egy kis bárányfelhő sem lesz az égen. A zavartalan napsütést még a szél sem fogja megzavarni, délután 23 fok várható. Híres város leghíresebb épületében 35 évvel ezelőtt, 1983. október 8-án nyitotta meg kapuit a kecskeméti képtár. Az avató ünnepségen Somogyi József szobrászművész mondott beszédet. Újra fény árad az ablakokból, csodálatos újjáéledésen megy keresztül a Cifra palota, szólt meghatottan a jelenlevőkhöz a képző művészeti főiskola rektora. A patinás épületben helyet kapó, kezdetben Kecskeméti Galériának nevezett gyűjtemény elsősorban a 19.-20. századi, illetve a mindenkori kortárs, magyar képző és iparművészet kiállító helye. E kategóriában Magyarországon az egyik legnagyobb. Legrégebbi keletű anyaga a híres műgyűjtő és műkereskedő Nemes Marcell adakozásának. Legjelentősebb művészettörténeti rangú képzőművészeti anyaga Glux Ferenc és felesége ajándékozásának köszönhető, míg az állandó kiállítások legnagyobb egysége a miskei festőművész Tóth Menyhért életmű kiállítása. A képtár időszaki kiállításoknak is helyt ad. Így például egyik jelentős sorozata a kortárs keresztény ikonográfiai biennálé. Ahogy ígértem, a hírórát a kiemelővel folytatjuk. Jó estét kívánok! Rövidesen dr. Bábel Balázs érsek és Vörös Márta egyházmegyei főépítész tisztázza a nagytemplom felújításának körülményeit, és részletes betekintést kaphatnak az Országos Könyvtári Napok hétvégi eseményeiről is. A nap vendége elsőként a város napján Kada Elek díjban részesült Kis János evangélikus lelkész lesz, akivel például az evangélikus közösség megerősödéséről beszélgetünk. És ide várjuk a stúdióba Merino Éva, a múzeumpedagógust, aki bevezet bennünket a Múzeumok őszi fesztiváljának programjaiba. Már is kezdünk. Exkluzív interjút adott a Kecskeméti Televíziónak dr. Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek és Vörös Márta egyházmegyei főépítész a nagy templom felújításával kapcsolatban. Pénzhiány miatt csúsznak a munkálatok, de az egyház igyekszik előteremteni adományból és önköltségből a mintegy 200 millió forintot. A nagy templomnak évek óta szüksége lenne egy alapos felújításra, már-már életveszélyes állapotban van. Dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek elmondta, a munkálatok nem az egyház miatt csúsznak. Mindig ígérgettek, hogy kapunk majd támogatást, amiből hát eddig még nem valósult meg semmi. Kivéve a város 10 millió forintja,
amelyből megvettük már a részlemezt. Az a exhumált temető a budai kapunál, ami arra lett számva, hogy nagyon nagy szükség esetén eladjuk és annak az árát is beforgatjuk, az is most áll, mert a választások előtt azt ígérték, hogy nagyobb összegeket kapunk óvoda építésre, hiszen nekünk sem óvodánk, sem iskolánk, már az egyházmegyének saját tulajdonú nincs, bérelt, hosszú távra bérelt épület volt, tehát azt is majd arra szeretnénk fordítani, hogy gazdagodjék általa a város. Az érsek elmondta, körülbelül 200 millió forintra van szükség a munkálatok első ütemére. Pénzt az államtól egyáltalán nem kaptak. Folyamatosan gyűjtögetjük rá és szorítjuk ki a mi összegeinket. Nem kaptunk azon kívül. Talán, ha még a református egyház 1 millió forintot, valami ilyesmit hallott, amit köszönünk. A 200 millió forintot tehát önköltségből, adományból és a város 10 millió forintjából próbálja megfedezni az érsekség. Vörös Márta egyházmegyei főépítész elmondta, 5 év alatt 5 pályázatot adtak be támogatásért, de nem kaptak pénzt a munkálatokra. Azonban a felújítás most már nem várhat, életveszélyes állapotban van a templom. Az állványzatot hónapokkal ezelőtt felhúzták, ám munkálatokat nem végeztek látszólag. A torony sisak felújításával kezdünk. Ugye nincs több nagy mennyiségű pénzforrás, itt az érsekség a saját lehetőségeiből próbál átcsoportosítani. Maga a rézlemez, amit a város adományából már megvásároltunk, ez Kalocsán ott nálunk egy fészerben látható, kézzel fogható, tehát azt lehet mondani, hogy az anyag részben megvan. A munkák most egy olyan fázisban vannak, hogy az állványzatnak egy belső konzolozását kell még készíteni, és hogy miért nem kezdődik meg rajta a munka, az pedig azért van, mert jelenleg egy engedélyezési fázisban tartunk, és az új műemlékvédelmi törvény és építési törvény ugye kötelez arra, hogy mielőtt egy műemléképülethez hozzányúlunk, restaurátori kutatásokat kell végezni. Most éppen festőrestaurátoraim dolgoznak ezen az félig kész állványon, még vannak helyek, amit nem érnek el, ezt pótolják az állványosok, és az ő munkájuk befejeztével tudjuk teljesíteni magát az engedélyezési terv anyagot. És ugye amikor van engedély, akkor folytatódhat maga a fizikai munka. A tervezet szerint tehát felülről kezdik el az engedélyezés után a munkálatokat. Toronysisak, fedéscsere, és most ezt nem véletlen mondom így, mert belülről azt lehet megállapítani mérnöki szemmel, hogy maga a szerkezete a torony sisaknak viszonylag épp, tehát ott csak kis mennyiségű cserére lehet számítani, tehát egy fedéscsere, ez azt jelenti, hogy lebontjuk a rézlemezt, levesszük a deszkázatot, és mindezt visszaépítjük, hogy a díszítő elemekkel együtt. És a főhomlokzaton egy olyan felújítás történik, ami azzal indul, hogy a kőszobrokat, azokat a sarkokon álló 4 kőszobrot daruval le kell vegyük, majd a falfülkékből is ki kell emelni, ezeket a restaurátorokhoz szállítjuk el, kőrestaurátor fogja felújítani a szobrokat, és a homlokzat fal felületei pedig egy vakolat, egy kőműves munkával és egy festés restaurálással, illetve festéssel fog megújulni. Ezeket a munkálatokat fogják az első szakaszban elvégezni. Az engedélyeztetés tervezetét körülbelül 2-3 hét múlva tudják majd beadni. Azt, hogy mikor jönnek meg az engedélyek, nem lehet tudni. Ezek a restaurátori kutatási dokumentációk. Nem csak festőrestaurátor, hanem fémrestaurátori kutatási dokumentáció, építéstörténeti dokumentáció, ez több fejezetből áll. Ezek készülnek most, maga az engedélyezési terv az csak nem teljesen készen van, és amikor kiteljesedik, akkor tudjuk beadni. És aztán ezután jön egy hatósági eljárás, és annak a lezártával, ha kezünkben van az engedély, az építési engedély, amely egy rekonstrukciót, felújítást jelent, de egy hatósági engedély mindenképpen, akkor lehet fizikailag is nekiállni. Az épületen most a restaurátorok dolgoznak, hogy el tudják készíteni a dokumentációjukat az engedélyeztetési tervezethez. Ezekhez a részekhez el kell jutniuk a szakembereknek, ebben segít az az állvány, amelyet a nagy templom köré húztak fel.
Kecskemét jeles napjainak sorában minden esztendőben a legkiemelkedőbb október 2-a. Ez a város saját ünnepe, az úgynevezett városnapja, amikor is nevének első említésére emlékezik a híres város, illetve ekkor díjakat is kiosztanak az arra legméltóbbaknak. Az idei kitüntetettek között köszönhetjük Kis János evangélikus lelkészt, aki Kadaelek díjban részesült, és most itt ül a stúdióban. Jó estét kívánok! Hát gratulálunk a Kadaelek díjhoz, ez egy megtisztelő kitüntetés, ami azt hiszem kijelentetjük, hogy nem elsősorban az egyházi munkásságáért jár, hanem az egyházon kívüli, mondhatom azt, civil munkájáért. Milyen az ön egyházon kívüli élete? Borzasztó nehéz szétválasztani a kettőt, hisz egy lelkész és egy gyülekezet egy városban él. A város jólétén való munkálkodás pedig valahol mindig szent ügy és nemes kötelesség. Az élet úgy hozta, hogy amikor ide kerültem 30 évvel ezelőtt, a rendszerváltás kezdetén azonnal bekapcsolódhattam az ifjúsági munkába. A Csiperó elnöke voltam 5 évig, annak indulásánál egyhangulag megválasztottak, és elindult egy olyan folyamat, amin keresztül megismertem a város apraját, nagyját, vezetőit, és ebben a munkában hát rengeteget tudtunk tevékenykedni. Amikor már olyan szintet ért el, akkor én persze ki kellett, hogy lépjek belőle, mert én lelkésznek jöttem. És valahol az egész életem eddig úgy alakult, hogy mindig az egyházi munkámhoz kapcsolódott. Amikor idős otthont indítottunk, és napközi otthonnal próbáltuk az időseinket összefogni, akkor bekapcsolódtam az idősek közötti munkába, és a városnak ezt a területét is megismertem, és itt is elvégezhettem azt, amit Isten elém adott, és amit fontosnak éreztem. Lelkész úr, akkor beszéljünk az egyházi munkájáról, és akkor most én lépek vissza, ugye a civil munkájával kezdtem. Amikor 30 évvel ezelőtt ez a hatalmas munka, amit felvázolt, elindult, akkor nagyon sokan mondták, hogy ho-ho, hát ön lesz itt az utolsó evangélikus lelkész, mert ez az egyház nem sokáig fogja húzni, és lám-lám, ma nagyon népszerű az evangélikus egyház Kecskeméten, ha jól tudom, népes táborral tartják az Isten tiszteleteket minden vasárnap. Hát ez valahol az Isten ajándéka, benne van az ember munkája is. Az egy olyan időszak volt, amikor valóban volt egy olyan hangulat, hogy a kis egyházak nem fogják tudni fenntartani intézményeiket. Az Ibl templom elég rossz állapotban volt, amikor ide kerültem, bár kibontották 84-ben, de azért Isten tiszteletek megtartására nem volt alkalmas. Szerintem ma a város egyik ékszerdoboza. És egy világszínvonalú építmény. Így van, amit nem csak a gyülekezet, hanem a város lakossága is használhat. Rengeteg rendezvényünk van, hangversenyek, és minden más dolognak helyt tudunk adni templomunkban. Valahol az élő közösség gyülekezeti élete mutatkozik meg nagyon személyesen, hisz a népszámláláskor több mint 1000-en vallották magukat evangélikusnak. Én 500 családról szoktam beszélni. Ifjúsági munka, idősekkel való foglalkozás, betegek látogatása, személyessé lesz. Én egyedül jöttem, egyedül is voltam az egyház alkalmazottja, ma ketten végezzük, lelkészként van, hitoktatónk, sőt a lelkészképzést is 11. éve, egy 6 éves itt létével tudjuk támogatni. Én vitatkoznék a lelkészsel, és remélem, hogy Isten ezt megbocsátja nekem, mert valóban Isten áldása szükséges ahhoz, hogy ilyen sikert fussanak be, ha fogalmazhatok így, de valamilyen szinten szerintem a személy is kell hozzá. Mi a, és most, ha már önt ünnepeljük ebben a műsorban, mi a titka a lelkésznek, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani, és talán inkább az olyan korosztály is, mint mondjuk az én korosztályom, ma az evangélikus egyházhoz megy házasodni, keresztelni? Azt mondhatnám, hogy a szeretet. Tehát, hogy megpróbálunk személyesen foglalkozni, és ez nem csak rólam szól, higgy el. Tehát itt ezt a díjat valaki azt kérdezte, miért én kaptam. Én csak azt csináltam, ami a feladatom volt. Persze kitekintve és szeretettel, nyitottan. Az egyháznak és az evangélikus egyház, de én a többi egyháznál is látok ilyet. Ma a hitoktatással és azokkal a szolgálatokkal olyan utak nyílnak, amelyekre szüksége van a mai embernek. Tehát a lelki templomokat is építeni kell, ahogy maga is mondta, hogy találkozott az egyházzal,
az egyháznak ma modern módon kell felvállalni azt a szolgálatot, azt a tartalmat, amit át tud adni, és amivel segíteni tud. És ezt valaki észreveszi, mert azért ezek nem látható dolgok, amikor keresztelünk, esketünk, amikor temetünk, amikor végigkísérjük az ember életét. Az egyháznak ez a feladata és ez a szolgálata. Hirdete persze azt, amiért nem csak a földi világnak, hanem az örök élet reménységével is megajándékozottan éljük életünket. Hallható itt is, hogy szívügye az ökumenizmus. Mit tesz az ökumenizmus jegyében? Milyen ma Kecskeméten a történelmi egyházaknak a helyzete? Én hál' Istennek azt mondhatom, hogy pozitív. Ismerjük egymást, keressük az alkalmakat és az új formákat. Nem csak az ökumenikus ima héten, hanem lelkészek között is megpróbálunk olyan kapcsolópontokat találni, ahol egymás gondjain keresztül segítjük egymást. Ha ez működik, akkor azt hiszem az ökumené megvalósul az, amit Jézus úgy mondott, hogy az övéi egyek legyenek. Persze itt látható egységre nem mindig számíthatunk, de a lelki és a szellemi közösséget mindenféleképpen megéljük. Aki ismeri az ön munkásságát, tudhatja, hogy nem az a típus, aki pláne egy ilyen díj után feladja, biztosan megfogalmazott újabb célokat. Mi lesz a következő cél? Én ugyanazt a munkát szeretném folytatni. Úgy nincsenek céljaim. Ha el tudom végezni a nap kihívásainak a feladatát, akár a Luther palotával kapcsolatban, akár a gyülekezet további építésével kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy elvégzem azt, ami a dolgom. Valahol emberek javára és Isten dicsőségére. Hát ehhez kívánunk sok sikert Kis János evangélikus lelkésznek. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm a lehetőséget. Folytatjuk a kiemelőt. Iradónkban már felvillantottunk néhány képet a megyei könyvtár idei könyves vasárnapjáról. A hétvége azonban még tartogatott izgalmakat. Szombaton Kemény Zsófi költő, író, a slam poetry műfaj tehetséges hazai képviselője volt a könyvtár vendége. Vasárnap este a tánc kapta a főszerepet, az érdeklődők a swing lépéseit sajátították el a Pepita tánc együttestől. Igazából a lényege az, hogy versenyszerű költészettel. Kemény Zsófi a slam poetrit mutatja be a főként fiatalokból álló közönségének. A slam műfajilag valahol a költészet, a színház és a stand-up comedy határmesdjéjén áll. Modern költészeti stílus, amely élő szóban hatásos. Van az A kezed fiai nevű rap formáció, és a Závada Petit én ismertem korábbról, meg léptünk fel együtt, amikor még 12 voltam és zenéltem. Hogyan került kapcsolatba a slam világával? Milyen a nemek aránya a hazai slammel társadalomban? Zsófit ezekről faggatta beszélgető partnere. A vendég elmondta, több férfi slammel Magyarországon, mint nő, de azért már sokkal kiegyenlítettebb a helyzet, mint amikor kialakult a hazai slam mozgalom. Zsófira egyébként költőként és íróként is sokszor utalnak, bár ő maga úgy véli, ahhoz azért kell egy 30 éves aktív alkotói pálya, hogy valaki így nevezhesse magát. A tinédzser fiatal felnőtt korosztályt megszólító irodalmi beszélgetés az Országos Könyvtári Napok szombat délutáni programja volt a megyei könyvtárban. A beszélgetést követően igazi ínyenséggel várta a könyvtár a helytörténet és a gasztronómia iránt érdeklődőket. Ács Imre mesterpedagógus gasztronómia történész tartott előadást Ismert és elfeledett kecskeméti ételek nyomában címmel. Vasárnap a könyvtár a megszokottól eltérően kitárt a kapuit. Zenés köszöntő fogadta azokat, akik beléptek az épületbe. Kétségkívül sokaknak csábító volt a lehetőség, hogy a késedelmi díj kifizetése nélkül vihetik vissza lejárt könyveiket, de nem csak ezért volt érdemes eljönni a könyvtárba. A színes programok sorában idén egy igazi kuriózum is helyet kapott. A könyvtár 16 különböző pontján zajlott a délelőtt folyamán rejtvényfejtés. Ha összeáll a 650 cm-es rejtvény, akkor ebből egy szép őszi költemény lesz. Markó Béla, a Vénasszonyok nyara című költeményét adják ki a Betűk, és az egy különös szerencsema, hogy a költemény hangulatához teljesen illeszkedik az időjárás. Úgyhogy most olyan szép Vénasszonyok nyara van, ennél szebben a költő se tudta volna megfogalmazni. Itt a gyerek részben találós kérdésekre válaszolnak a gyerekek, hogyha ügyesen válaszolt a találós kérdésre, akkor kap 2-3 betűt, és akkor ezt a számozott betűt, és ezt a 2-3 betűt beírhatja a táblázatba. És akkor a végén így fog összeállni.
A szervezők a kisebbekre is gondoltak. Természetesen a babáknak is van foglalkozás, mint ahogy az minden könyves vasárnapon, és ahogy múlik az idő, úgy fogunk egyre jobban haladni a felnőttek kiemelt programjai felé. Most már mondhatom, hogy hagyomány az, hogy azokat a jeles személyeket, akik valamilyen kitüntetésbe részesednek, akár országosan, akár helyi kitüntetésbe, azok közül néhányat beszélgetésre hívunk. Idén 7 díjazottat látott vendégül a könyvtár. Velük Kozák Polett beszélgetett. Este a tánc kapta a főszerepet. A Pepita Táncegyesület tartott bemutatót, majd a swing lépéseket meg is tanították a táncos kedvű jelenlévőknek. A Múzeumok őszi fesztiválja 2018-as programsorozathoz Kecskemét Múzeum is csatlakoztak. A híres városban a Tanárok Napjával vette kezdetét a fesztivál még pénteken, ekkor a Cifrapalotában és a Volt Szigma épületben várták kiállításokkal a pedagógusokat. Azonban a kecskeméti szervezők sok további érdekességgel is készülnek. Vendégünk Merino Éva, a múzeum pedagógus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm. Ugye pénteken indult a fesztivál, Múzeumok őszi fesztiváljáról van szó, és ez nem egy rövid, ez egy több hetes programsorozat. Gyorsan foglaljuk össze, hogy mikor, milyen helyszíneken, hol várják az érdeklődőket. Így van. Hát itt Kecskeméten a mai nappal indult el az őszi fesztivál, és egészen november 11-éig lesznek különböző programok. Elsősorban a Kecskeméti Katona József Múzeum szervezéséből fogunk ajánlani felnőtteknek, középiskolásoknak, pedagógusoknak szóló előadássorozatot, az iskolás, óvodás korosztály számára pedig az utazó múzeum tematikát tudjuk tulajdonképpen kínálni. Akkor kezdjük gyorsan ez utóbbival, jó? Mert a piciknek a figyelmét nehezebb fenntartani, hát még figyelnek minket. Mi az utazó múzeum? Tulajdonképpen egy olyan program, ami lehetővé teszi az olyan iskolák és óvodák számára is a múzeumokhoz való kapcsolódást, akik mondjuk anyagilag nem tehetik ezt meg, vagy nagyon messze vannak ugye a múzeumoktól, például vidéki, tehát így kertvárosi iskolákra gondolok elsősorban, tehát volt már például, hogy Ballószögbe hívtak ki minket a ballószögi iskolába, mert a gyerekeket nagyon nehéz ilyen távolságról behozni a múzeumba, és mi megpróbáljuk a múzeumot oly módon kivinni, hogy a gyűjteményből viszünk ki tárgyakat, sok esetben eredeti tárgyat, amit így a gyerekek a kezükbe vehetnek, rácsodálkozhatnak, beszélünk arról, hogy egy múzeum hogyan is működik, és utána pedig valamilyen kézműves foglalkozással zárjuk le ezt a foglalkozást. Az idei évben az őszi jeles napokhoz kapcsolódnak ezek a foglalkozások, amik közül választhatnak a pedagógusok. Az egyik ilyen jeles nap a szüret, a másik a Dömötör nap, a harmadik pedig a Szent Márton napja lesz. Tehát az interaktivitás is nagy hangsúlyt kap ezekben a programokban, ha jól értelmezem. Ugye egy titkot, vagy nem titkot, hanem egy tényt már elárulhatok. Voltak olyan érdekes programok már, amelyek például a világháborús gasztronómiával foglalkoztak. Milyen további események lesznek a következő hetekben szerdánként? Szerdánként inkább az idősebb korosztályra számítunk látogatónként. Itt tulajdonképpen a Kecskeméti Katona József Múzeum a főszervezője ezeknek az előadásoknak, de a helyszínei a város különböző pontjain lesznek. Természetesen a központi épületbe is ellátogathatnak majd a látogatók. Ennek az lesz az érdekessége, az apropója, hogy a Betlen körúton lévő épület a látogatók elől teljesen zárt. És egyik alkalommal bemehetnek majd a raktárakba, a restaurátor műhelyével ismerkedhetnek meg, és olyan darabok kerülhetnek elő, gyűjteményi darabok, amelyeket nyilván nem tudnak az emberek kézbe venni, vagy megnézni kiállításokon. Ugye a város történelmi múltjába is visszatekintenek, ez is egy kulisszatitok, tehát például a nagy földrengéssel is fognak foglalkozni, de ezek a rendezvények nem végtelenek, hiszen valamilyen szinten önöknek is előre kell tervezni, regisztrációhoz kötött, hogyan tudnak jelentkezni az érdeklődők? Mindenképpen a cifrapalota.muszped@gmail.com e-mail címen tudnak regisztrálni az előadásokra. Ezt egyébként megtalálják a Cifrapalota, illetve a Kecskeméti Katona József Múzeum Facebook oldalán egyaránt.
És az első ilyen előadásunk most szerdán lesz, a helyszíne pedig a Piarista gimnázium épülete. Az az apropója, hogy az alagsorban őriznek egy mai napig működő képes földrengésjelző készüléket, és az előadás is tulajdonképpen a kecskemétiek helytállását fogja bemutatni az 1911-es nagy földrengés idején. Ezek a programok díjmentesek? Igen, ezek teljesen ingyenesek az előadások. Hogyha a részletes programokat, és ugye nem csak a Katona József Múzeum, hanem más kecskeméti múzeumok is benne vannak a programban, akkor azokat hol tudják megnézni az érdeklődők? Leginkább a múzeumoknak a saját honlapján. Kecskemét városával úgy tudom, hogy csak a Kecskeméti Katona József Múzeum szervez programokat, illetve a Rádai Múzeum, tehát a Rádai Múzeumnak a honlapján is érdemes nézelődni. Nagyon sok érdekes programot kínálnak ők is, például egy szabadulós játékot a 16 pluszos korosztály számára. Ha elkezdődnek a programok, akkor ki mire készüljön, ugye előre tud regisztrálni, mikor lesz az utolsó eseménynap? Az utolsó eseménynap november 14-én lesz, egy szerdai nap, erre pedig a híres gyűjtőt, Mádai Norbert kértük fel, hogy tartson egy előadást, nyilván az ő általa gyűjtött huszár relikviákkal kapcsolatosan. Ennek a helyszíne pedig a huszár laktanya épülete és környéke lesz. Hát én csak három pontot összefoglalok, a világháborús gasztronómiát, a kecskeméti földrengés történetét és Mádai Norbert szabjáit, akkor ez önmagában szerintem már egy nagyon jeles és érdeklődést kiváltó esemény. Milyenek az előzetes érdeklődések? Vannak-e már regisztrációk? Természetesen érdeklődők vannak folyamatosan, többek között, hogy hol is lesznek ezek az események, hiszen, mint említettem, több helyszínen fognak zajlani. De már vannak regisztrált személyek, főleg az első rendezvényre. Technikai információ hiányában nem tudom, hogy kollégák kírják, ezért inkább a biztonság kedvéért mondjuk el ismételten az e-mail címet, ahova a regisztrációt el lehet küldeni. cifrapalota.muszped@gmail.com. Oké, tehát akkor a kecskeméti múzeumok is csatlakoztak a Múzeumok őszi fesztiváljához, és valamennyi programra előzetesen lehet jelentkezni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és sikeres programokat kívánunk. Köszönjük szépen. A kiemelő végéhez közeledünk, a mai tematikus műsorunkban a kisállatokat mutatjuk meg, kedvenc magazinunk következik. Sziasztok! Újra jelentkezik a Kecskeméti TV kisállat magazinja, a Kedvenc. Mai adásunkban bemutatjuk a kecskeméti cicamentők csoportot, akik már évek óta segítenek a bajba jutott macskákon. Az alapítvány vezetőjével és egy ideiglenes befogadóval is beszélgettünk a cicamentésről. Tartsatok velünk! A Kecskeméti Cicamentők nevű csoport már 5 éve működik a városban, és sok száz cicán segítettek már az évek során. A csoport a Környezetünk Állataiért Alapítvány keretein belül jött létre. Az alapítvány munkatársai már hosszú ideje próbálják a városban élő elvadult macska kolóniák létszámát befogadással és ivartalanítással korlátozni. A macskamentő csapat pedig Kecskeméten és vonzás körzetében segít árván maradt, bajba került cicákon. Az alapítvány elnökével, László Ágival beszélgettünk az egyesület munkájáról és a cicamentésről. 20 évvel ezelőtt körülbelül, illetve most már lassan 25, mostanra már idősebb állatorvosok, önkéntesek, főleg hölgyek kezdték el ezt az egész dolgot csinálni, de hát aztán nyilvánvalóan az életkorukból is adódóan belefáradtak abba, hogy bokrok alatt kusszanak, másszanak, és akkor kerültünk mi kapcsolatba velük, amikor elkezdtünk mi is tőlük teljesen függetlenül cicamentéssel foglalkozni, főleg utcára került, sérült vagy kidobott cicákkal foglalkozunk, és ebből jött ez az ötlet, hogy tovább vihetnénk az ő tevékenységüket, így, hogy ők már egy kicsit belefáradtak, és körülbelül, ha jól emlékszem, akkor 5 éve van az, hogy alapítványi kereteken belül működünk. A csoportunk az elsődlegesen továbbra is utcára került, sérült vagy nagyon kicsi cicákkal tud foglalkozni, mert már helyünk az nincs, és ideiglenes befogadókkal vagyunk kapcsolatban, akik a cicáknak otthont adnak addig, amíg gazdit sikerül nekik találni. Az ideiglenesen kutyust vagy cicus befogadók áldozatos munkája nélkülözhetetlen a sok-sok bajba jutott állat megmentéséhez. Mint Ágitól megtudtuk, nincs menhelyük, ezért is van nagy szükség a befogadókra.
elhelyezésre van szükség, akkor általában akkor tudunk csak segíteni, ha nagyon sürgős az elhelyezés, mert mondjuk sérült az állat, vagy nagyon picike. Egyébként általában arra biztatjuk a segítségkérőt, hogy próbálja meg legalább átmenetileg ezt ő megoldani. Így aztán ezzel például bárki tud segíteni, aki bajba került cicát talál. Egyébként orvosi ellátást igyekszünk biztosítani szükség esetén minél előbb, illetve a cicák napi ellátását, de az elhelyezéssel vagyunk folyamatosan gondban, tehát ezt szeretnénk, ha minél nagyobb arányban tudnának az eleve a segítségkérők is besegíteni, illetve folyamatosan keresünk ideiglenes befogadókat ugyanezért. Mert tulajdonképpen ez szab határt annak, hogy hány cicán tudunk segíteni egy időben. Az ideiglenesen befogadók olyan állatbarátok, akik vállalják, hogy otthonukba fogadják a gondozásra szoruló pici vagy a gyógyuló félben lévő nagyobb állatokat. Szerencsére Kecskeméten is vannak olyan emberek, akik szívesen fogadnak bementett négylábúakat. Halász Kriszti már évek óta segít a cicamentőknek. Saját kutyái és macskái mellett mindig gondoskodik utcán talált kitett cicusokról. Első nekifutásra kezdtem 5 éve, akkor hirtelen bevállaltam 8 nagyon rossz kis cicát. Volt 8 hófehér pandúrom, úgyhogy azt sem tudtam, hogy merre vagyok arccal előre. Akkor így azt mondtam, hogy jó, egyelőre elég volt. Úgyhogy 5 éve kezdtem, és minden évben van legalább egy olyan 10-12 cica, aki így megfordul a kezem között. Ha csak 2 napot itt van, megyek tovább gazdihoz. De én nagyon szeretem csinálni, úgyhogy nekem ez egy ilyen hobbim, úgymond. Fontos tudni, hogy az ideiglenesen befogadók mögött mindig ott áll az állatvédő szervezet, aki anyagilag támogatja őket. Vagyis állják az orvosi ellátást, a befogadók kapnak az alapítványtól tápszert, eledelt, akár almosládát is. Mindent, amire szükségük lehet. Az ő dolguk lényegében az, hogy biztonságos, szerető környezetet biztosítsanak a kisállatnak, amíg gazdira nem talál. Miközben a legfiatalabb cicamentő is csatlakozott az interjúhoz, arról is beszélgettünk, hogyan lehet valakiből ideiglenes befogadó. Néhány feltételhez kötjük a dolgot, tehát csak biztonságos helyre mehet a cica, ahonnan nem eshet ki, nem veszhet el. Lehetőleg első időben ne érintkezzen saját állattal, mert ugye utcáról fölkerülve, amíg nem telik le egy karanténidő, meg egy kivizsgáláson nincs túl a cica, addig bármit hordozhat, de tulajdonképpen ennyi. Mindenkinek nagyon örülünk, aki akár csak egy zuggal is tud segíteni egy-két cicának abba, hogy amíg gazdira nem találnak, addig legyen egy fedél a fejük fölött, tulajdonképpen legtöbbször erre van szükség csak. Természetesen nem mindig könnyű ideiglenes gazdinak lenni. Nagyon sok lemondással jár, ugyanis rengeteg az kis cica szezonban, annyira sok a babacica, hogy rendszeresen az van, hogy 2-3 napos kismacskákat szedünk össze, és ugye őket bizony 2-3 óránként tápszerezni, el kell őket látni, és ez úgy gondolom, hogy ez nagyon sok lemondással jár. Viszont meg annyira jó őket gondozni, és látni, hogy fönnőnek az ember kezek között, viszont annyi hátránya van ennek, hogyha az ember icipici kismacskát gondoz, hogy nagyon nagy a halálozási esély, mert ugye nem kapnak megfelelő a macska tejet, hanem csak ezt a nekik gyártott tápszert. Azt is megtudtuk, hogy az esetleges nehézségek ellenére megéri befogadónak lenni, hiszen rengeteg pozitív oldala van annak, ha segíthetünk a bajba jutott állatokon. Szerintem maga az élmény, az a törődés, hogy lehet törődni egy cicával, meg aki igazából azoknak is ajánlom, akiknek nem lehet hosszú távon cicája, mondjuk egy albérlet, vagy valami miatt, vagy mondjuk nem engedheti meg magának, egy ideiglenes távon teljesen jó, mert általában egy cica egy ilyen ideiglenes befogadónál maximum 2-3 hónapot van, még felcseperedik, megerősödik, és utána tényleg lesz neki gazdia. Úgyhogy nálam is ezek a kis vörös kis pandúrok már itt vannak 2 hónapja, és mennek gazdihoz folyamatosan. Úgyhogy én ezért szeretem, hogy úgymond van is cicám sok, de közben megy is tovább, és közben kapok is újakat, úgyhogy én ezért ajánlom, mert egyszerűen nagyon jó buli nekem. Meg ugye ez nagyon emberfüggő, hogy most kinek van ideje, meg az alapítvány figyeli azt, hogy ha valaki ideiglenes befogadó szeretne lenni, akkor megkérdezik, hogy mit tud vállalni. Nyilván, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen távszeres kis cicát nem tud vállalni, mert dolgozik 12 órába, de viszont egy ilyen kis 4 hónapos kis cica meg ugye elfér valahol a lakásban, akinek úgymond nem kell olyan sűrűn etetni, az is egy segítség, vagy az is jó dolog. Úgyhogy meg szerintem nincs annál jobb, mikor az ember nagyon puszilgatja egy cica. A kis bújós szörgombócok pedig hamar az ember szívéhez nőnek, és még az is előfordulhat, hogy életre szóló barátság válik a befogadásból. Ő saját mentésem, őt hajdúviharbenyéből szedtem össze. Ő egy hirtelen jött cica, még egészen kicsi voltam, 11 éves, mikor egymásra találtunk.
és akkor mondtam, hogy ő lesz az én cicám. Anyukám nem gondolta komolyan, azt mondta, hozhatom, akkor maradhat, hát maradt a cica, úgyhogy ő nagyon egy imádnivaló kis szörgolyó. Természetesen minden támogatásra szükség van, hiszen rengeteg bajba jutott cicán kell segíteni nap mint nap. Aki úgy érzi, szeretne az állatvédőkhöz csatlakozni, rengeteg módon megteheti. Reméljük, páran az ideiglenes befogadáshoz is kedvet kaptak. Az Állatok Világnapján ellátogattunk a Kecskeméti Vadaskertbe, ahol látványetetésekkel és bemutatókkal várták a vendégeket. A rendezvényen két örömhírt is kaptunk. A következő percekben ti is megtudhatjátok, milyen új jövevények várják a családokat az állatkertben. Október 4-én az Állatok Világnapján számos állatkert érdekes programmal készült a vendégeknek országszerte. Az eseményhez a Kecskeméti Vadaskert is csatlakozott, például különféle állatok etetését is meg lehetett tekinteni, de a hüllőkhöz is közelebb lehetett kerülni. Csótányokat, kígyókat és más nem szeretem állatot lehetett simogatni múlt héten a vadaskertben, ahol 3 napon keresztül színes programokkal várták a vendégeket a szervezők. Ilyen volt még például a trófea bemutató. Lehet azt mondani, hogy talán az egyik legfontosabb napunk az Állatok Világnapja, hiszen mi is lehetne más egy állatkertnek, de ezt a napot nem csak úgy használjuk ki, hogy egyszerűen passzívan bemutatjuk az állatokat az ide látogató vendégeknek, elsősorban gyerekeknek, hanem próbáljuk színesebbé tenni, és belecsempészünk egy kis oktatást, egy kis információnyújtást, és most már lehet azt mondani, hogy évről évre egyre nagyobb létszámban érkeznek ide óvodások, iskolások, és ez az időjárás, ami most van ráadásul, ez egy gyönyörű időjárás, ezt még kellemesebbé tette. Az elmúlt években megtapasztaltuk azt is, hogy mindig kell valami újdonságot csempészni a programjaink közé, úgyhogy az idén is nem csak a szokásos állatsimogatót hoztuk előre egy kicsit, illetve bevittük a gyerekek közé, hanem kihoztuk egy kicsit a nem szeretem állatokat, ahol testközelbe, kézközelbe lehet simogatni az óriás csótányt, a patkányt, a kígyót. Megmosolyogtató volt, hogy ezeket az állatokat a kisgyerekek minden félelem nélkül a kezükbe vették, megsimogatták őket. A felnőttek azonban szörnyűködve megtartották a tisztes távolságot. Volt kolléga, aki beszélt a trófeákról, kiosztunk védett állatoknak a koponyáit, trófeáit, szörmeit, és ezek által mutattuk be egy kicsit a védett állatokat, hogy táplálkoznak, mit csinálnak, milyen az életmódjuk, hát illetve ami még nagy esemény volt, a most már egyesített oroszlán családnál az oroszlán királynak az etetését is megtekinthették a gyerekek. És ha már a szenzációknál tartunk. 2 kis szurikát a bővíti a létszámot az állatkertben. Tokovics Tamás elmondta, Zara tragédiája után nagyon örülnek az új jövevényeknek. Nagy várakozással tekintettünk arra, hogy az új szurikáta nőstényt, akit hoztunk, egyáltalán befogadja-e a csapat, és hogyha befogadja, akkor születnek-e utódok, és örömmel mondhatom, hogy születtek, és most már elő is jöttek, meg is lehet tekinteni őket. Nyilván az első hetekben mi is nagy aggodalommal figyeltük, hogy milyen egészségesek lesznek az egészségi állapotuk, milyen lesz bent születtek a belső kifutóba, de hát az ösztön, kihozták őket és a külső kifutóba bevitték a vályatokba, ahol egyébként is a természetben élnek, de most már 3-4 hét elteltével most már tényleg mindenki láthatja, előjönnek a kicsik is, és felveszik a szurikátáknak a szokásait, tehát a kaparászást, a fölágaskodást, úgyhogy nagyon népszerűek az ide látogató vendégek körében. És a jó hírek ezzel nem érnek véget, még mindig tudjuk fokozni. Új makik rebegtetik szemeiket a kicsikre, nagyokra a vadaskertben. Az biztos, hogy minket is lenyűgöztek. Aki pedig még nem látta az új jövevényeket a vadaskertben, élőben is megtekintheti őket. Ennyi volt már a kedvenc. Köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
De a mai híres hírek legfontosabb témái jönnek, egy percben következik az Esti Gyors. Pénzhiány miatt csúszik a nagy templom felújítása Kecskeméten. A rekonstrukció első üteme mintegy 200 millió forintba kerülne. Ezt az összeget az érsekség adományokból és saját költségvetésből próbálja finanszírozni. 10 másodperce múlt a tragédia. Egy ifjú pár előtt csapódott be egy gyorsan érkező autó Kecskeméten. A rendőrség sebességméréssel igyekszik megállítani a gyorshajtókat. Állatszentelésre, terményáldásra, szentmisére és templomi búcsúra került sor vasárnap délután az Assisi Szent Ferenc templomban. Harbula István atya az eseményen 6 állatot áldott meg. 170 kilométert futottak a kecskeméti katonák, így emlékeztek a 170 éves Magyar Honvédség katona hőseire és az aradi vértanúkra. A híres városból 3 katona és 3 diák vállalkozott a táv teljesítésére. A hagyományos könyves vasárnappal zárult az Országos Könyvtári Napok elnevezésű programsorozat a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. A rendezvény sorozathoz idén több mint 2000 könyvtár csatlakozott, 6000-et is meghaladó programmal. Véget ért a híróra, holnap is várjuk Önöket 7-től 8-ig. Először a híradóban elmondjuk a legfontosabb híreket, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk. Friss műsorral tehát holnap este 7 órakor jelentkezünk, nézzenek minket akkor is. Most további szép estét kívánok, viszontlátásra!